Sziasztok, üdvözlünk titeket, ez itt a filmes legújabb része. Petivel ismét ellátogattunk a Dunaszerdai Cinemax mozival, és megnéztük a Dűne második részét. A Dűnéről, amit tudni érdemes, hogy egy könyvadaptációról van szó, és ez a második rész. Az első rész nem különben egy könyvadaptáció, vagy hát azt próbálták filmre vinni Denis Villeneuve rendezésében. Igen, és sőt, ez egy nagyon híres könyvadaptáció, ugye sokszor megpróbálták. Erről már sok videó van, érdemes utána nézni. A 84-ben ugye David Lynch megpróbálkozott egy ilyen adaptációval, de előtte még Jodorowsky próbálta az izével, ja, Salvador Dalival, mindenféle ilyen nagyon érdekes szerzőkkel, meg alkotókkal együtt megcsinálni, aztán az dugába dölt, aztán elkészült ez a David Lynch féle verzió, ami szintén nem lett egy elsőprő siker, és aztán készült bele egy tévésorozat is, mert azért ezt tudni kell, hogy a Dűne az egy nagyon nagy kultuszú science fiction novella, vagy science fiction regény szága, inkább úgy mondom. Szága, igen. Azt hiszem hat része van a könyveknek. 65-ben írta Frank Herbert, és nagyon-nagyon nagy rajongó bázisa van, de azért nekem vannak ezzel problémáim, azért tényleg ez egy 65-ös regény, és ami akkor alapvetés volt, meg a akkoriban új dolognak számított, az már most beépült a popkultúrába, és minél később adaptálják a Dűnét filmre vagy sorozatra, elavultabb lesz. Annál nem is elavultabb, az nem jó szó, hanem inkább elcsépeltebb lesz. Mert már láttuk már a Matrixot, meg a fene tudja mit, ami nagyon hasonló témájú. Oké, nem más bolygókon játszódik, de a kiválasztottság, meg a vallás, igen. Nagyon fontos eleme ennek a regény ciklusnak. Meg a szereplők közti interakciók is talán így átköszönnek például Matrixból. Igen, meg a popkultúrában ez már benne él, de valószínűleg azért akarnak ebből mindig egy adaptációt csinálni, mert azért egy nagyon jó név, tehát hogyha kiírjuk, hogy Dűne, akkor azért sok ember felkapja a fejét, hogy ez az a híres szerző. Hát ami nekem így lejött a Denis Villeneuve féle mi általunk látott Dűnéből, az, hogy ilyen nagyon monumentálisra akarták ezt az egészet csinálni, úgy a zene, amit amúgy Hans Zimmer írt, úgy a látványvilág, a képi világ, ezt többen is javasolták, hogy mindenképp IMAX-ben érdemes megnézni, mert hogy arra készítették, hogy hát azon mutat jól, azon a nagy vászon. Szerintem ez a része, ez be is jött, tehát hogy tényleg próbáltak egy picit ilyen monumentálisat alkotni, viszont ami nekem hiányzott, az a szereplők közti érzelmi szálak hiánya. Igen, de ez lehet, hogy tudatos, mert hogy lehet, hogy a regényben is kicsit ilyen érzelemmentes az egész, direkt azért, mert ez egy ilyen 10 000 évvel járunk a jövőben, és teljesen mások az emberek közötti interakciók. Pont ez miatt, hogy nagyon hideg, nagyon kiszámított, nagyon előre megtervezett az egész emberiségnek a sorsa, vagy az emberiségnek a jövője. A jövője, igen. Igen. Nagyon jó. Hát igen, lehet. Fene tudja, nekem nem ez a problémám vele. Én amúgy is Denis Villeneuve-vel úgy vagyok, hogy vannak vele problémáim. Őt ilyen második Christopher Nolannek tartják, ahogy a Dűnének is elvakult rajongói vannak, úgy Denis Villeneuve-nek is vannak. És én nekem már Szárnyas fejvadász 2049-el is az volt a problémám, hogy nagyon monumentális, nagyon kitartott képek, lassú képek, Hans Zimmer zene, ott nem az, vagy az talán az is. Azt ott is Hans Zimmer volt, igen. És nagyon mély, most nagyon éreznem kéne valamit, és a nagy felszín alatt nincs egy olyan mag. Ő szereti utánozni ezeket a régi nagy epikus science fiction filmeket, csak hogyha megnézed az űrodusszeát, vagy a mit tudom, Stalkert, vagy Tarkovskit, vagy ilyesmit, akkor persze az hasonló módszerekkel él, kicsit ilyen pszichedelikus már, ahogy amúgy a Dűne regény is, de ezekben a klasszikus science fictionekben van egy ilyen nagyon erős mag, amikor épül ez a kitartott jelenetek, és a Dűne első részével ez volt a legnagyobb problémám, hogy ugyan a regényben ez biztos benne van, de az első részből ez egyáltalán nem derül ki, csak látjuk ezeket a nagyon megható nagy képeket, dűnéket látunk a Dűne című filmben. Igen, homokdűnéket konkrétan, igen. Hát? És elképesztően jó színészek játszanak úgy, hogy néznek bele a távolba.
Hát az első rész szerintem egy ilyen bemutató rész volt, ahol bemutatták a szereplőket, a szereplők közti kapcsolatot, az egyes házak közti kapcsolatot, mint hogy ilyen bemutató trélernek készült. Igazad egész. Van, ez nagyon jó meglátás, csak akkor ne legyen 2,5 órás. Tehát, hogy ez rendben van, egy Gyűrűk urában megcsinálták 15 perc alatt a első rész elején ugyanazt, ahogy fölvezetik a világot, és nekem nagyon nagy csalódás volt, ahogy az első dűnében, amikor kiírják, hogy vége, mondom, ez most lesz érdekes, hát most kezdődik a történet. Hát nem áll. Amikor először megnéztem, én is ugyanezt gondoltam, de a második nézésre be kell, hogy valljam, hogy összeállt a kép, és igen, kell egy bizonyos idő arra, hogy felépítsék azt a misztikumot köré. Az jó, a misztikum az jó. Az és tényleg, az működött is az első az résznél. Lehet, az oké, aláírom. És akkor itt a második rész, és itt most már mindenre választ kapunk, ugye? Nem, Peti, nem kapunk választ, szép volt, majdnem behúztál a csőbe. Nem, sajnos nem kapunk választ. Sajnos ebben sincs olyan sok történés. Sokkal több, mint az első talán részben. Talán valamivel több, mint az elsőben. Akinek esetleg nem tetszett a vontatottsága az első részt, szerintem ez egy jobban összerakott rész ilyen szempontból. Itt inkább a hitre, a vallásra appellálnak, hogy hogy lehet meggyőzni az embereket azáltal, hogy hisznek valamiben, és végül is erre épít a film. Szerintem ez egy nagyon fontos mondani valója az eredeti regénynek, és nagyon jó, hogy ez a filmben kiderül végre, vagy hát ezzel foglalkozik a film, és ez jó, szerintem ez jól ki van találva. Na de Peti, pontozzunk. Nagyon-nagyon nehéz pontozni, mert az első rész egymagában nem működik szerintem, mert az egy tényleg csak egy felvezetés. A második rész meg azért nem működik egymagában, mert hát a eleje nélkül érthetetlen, és a befejezése, nem akarunk túl spoilerezni, de a befejezése az teljesen nyitva van hagyva, és ez nekem nagyon meglepett. Én azt hittem, hogy ez egy zártabb film lesz, vagy egy ízés véges. Miért a következő rész? De az még nem biztos, nem tudjuk, ez attól függ. Amúgy nagyon bátor volt a készítők részéről, hogy első részt is úgy forgatták le, hogy ha nem lesz sikeres, akkor nem lesz második rész, de akkor mindenki nézett volna, hogy úristen, mi ez, most mi lesz itt. És most a második rész egy kicsit jobban be van fejezve, azért van ennek, így be lehet fejezni egy filmet, de azért nyitott jöhet a harmadik rész, úgyhogy nagyon nehéz pontozni egy olyan filmet, aminek se eleje, se vége, de azért a látvány, a hanghatások, meg a színészek, nem beszéltünk Timothée Chalamet-ről, meg Zendaya-ról, vagy Javier Bardemről, úristen, milyen jó. Jó, imádtam minden pillanatát. Szerintem egy kicsit meg is mentette nekem a filmet Javier Bardem. Teljesen kívül állt egy kicsit a többi szereplőn, és ő poénra vette egy kicsit igen, a figurát, igen. És nagyon jól állt neki. Úgyhogy a színészek miatt abszolút, megmondom a látványomat, érdemes megnézni moziban ezt a filmet, meg aki szereti a Dűnét, annak meg szerintem kötelező. Én annyit tudok esetleg hozzátenni ehhez, hogy akinek nem tetszett a első rész, az bepróbálkozhat vele, mert szerintem ez jobb. Mozgalmasabb, egy picit akciódúsabb. És ilyen szempontból, hogy mennyi pontot adnánk rá, nem tudom, elsőre mennyit adnál? Egyel többet adnék. Én vacilálok a 7 és 8 között. Első részre? Ja, első részre? Első részre, és annál fogunk egy pontot többet adni. Jó, első részre 8 pontot adnék, második nézésre. Első nézésre, amikor először láttam, akkor még 6 és felett se adtam volna, de amikor másodszor megnéztem, és tényleg összeálltak a kockák, jobban felélénkült az a misztikum, amit próbáltak így sugalni a készítők, az utána mindenképp én azt mondom, hogy egy hát, jó erős 7-es minimum. Jó, oké, akkor az legyen 7-es, ez meg akkor legyen 8-as. Jó, okay, megegyezhetünk bele. Nekem nem annyira, és amúgy engem azt még tegyük hozzá, hogy aki nem szereti a elképesztően hangos filmeket, az lehet, hogy egy kicsit ki fog készülni, ugyanis ez nem csak látványból monumentális ez a film, hanem hang, a zene az annyira fülsüketítő, és folyamatosan zene van, mindig zene van benne. Abszolút nem zavar, sőt. Én a falat kapartam. Nem, szerintem jó volt. Kell. Tehát ilyen szempontból számomra ez nem 8-as, de egyetértek veled, hogy azért tényleg ez most egy fontos alkotás, meg azért tényleg mainstream ellen megy ilyen szempontból. Meg kell nézni még egyszer. Legyen, akkor legyen 8. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, esetleg iratkozzatok fel, ha pedig kommentelni valótok van, azt írjátok be. Sziasztok! Sziasztok!